Magyarország jelenlegi igazi arca a demokrácia tükrében. Dr. Monostori Attila az Igazságos Társadalomért Nemzetközi Alapítvány elnöke beszámolója alapján. Volt-e Magyarországon igazi rendszerváltás? Hát ez egy komoly kérdés, és komoly választ igényel. Én azt mondom, hogy rendszerváltási folyamat ez valóban megkezdődött Magyarországon, de hogy ez befejeződött volna, hát ez kérdéses. Én azt hiszem, ez még mindig folyamatban van. Nagyon sok összetevője van, vannak szubjektív, vannak objektív körülmények, vannak magyarországi és vannak nemzetközi olyan feltételrendszerek, amelyeket hát Magyarországnak adott esetben a 10 millió magyar állampolgár érdekében nyilván pozitívan kellene alkalmaznia, de a belső és a külső viszonyok ma még mindig olyanok, hogy, hogy ez a folyamat, ez az úgynevezett rendszerváltási folyamat, teljes felelősséggel állíthatom, Magyarországon még nem fejeződött be. Kik irányították ezt a rendszerváltást? Hát amikor én elkezdtem fiatal ügyvédként, ugye a rendszerváltás érdekében történő küzdelmet, valóban volt egy népi, urbánus jellegű mozgalmi dolog Magyarországon. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. Az se felelne meg a valóságnak, hogy ezt kizárólag fentről irányították volna. Tehát ez így nem felelne. Esetleg külföldről irányították. Sokan hittek tényleg benne, hogy ez igazi rendszerváltás lesz. A külföldiekkel kapcsolatban csak annyit tudok mondani, nyilvánvalóan az Amerikai Egyesült Államok akkori elnökének nyilvánvalóan volt valamilyen jellegű befolyása a magyarországi változásokra és a közép-kelet-európai változásokra, hiszen Magyarország csak egy kis ország volt itt azért a kontinensen, tehát a nyugat-európai országok kormányai és az Amerikai Egyesült Államok kormányának az akkori vezetői, az akkori politikai vezetői, minden túlzás nélkül állíthatom, pozitív jellegű magatartást tanúsítottak abban, hogy Magyarországon ez végre elindulhatott. Arról nem is beszélve, most ez megint furcsa, hogy ugye hát a Szovjetunió csapatai azért idővel békésen hagyták el Magyarországot, és ez nem volt ez egy kis dolog, mert ennek világtörténelmi jelentősége volt. Az Antal kormány idején milyen szerepet játszott ön? Hát az Antal kormány idején azt hiszem nem túlzok. Egyesek a parlamentben azt mondták, hogy idézőjelben mondom, komoly befolyásom lehetett balra-jobbra. A lényeg az, hogy komplikált, komplex volt az összefüggés. Az Antal kormánnyal kapcsolatban őszintén szólva, hát én pozitív értékelést kaptam a legelején a miniszterelnök úr részéről, különösen a határon túli magyarok tekintetében. Magyarország első történelmi áttörése az velem kezdődött el, 91-92 körül. A gyakorlatilag kormányzati megbízást kaptam annak idején arra, hogy a Vár kupola termében a világ magyarságának hosszú évtizedek utáni első nemzeti összejövetele legyen meg. És én voltam a levezető elnök. Hát ebből azt hiszem sok minden kideríthető. Ugyanakkor az első független Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának én voltam a megválasztott elnöke. Bár én jogász vagyok, és nem közgazdász, de nekem az volt az állandó szinte rögeszmém, hogy gazdasági hatalom nélkül a politikai hatalom olyan nagyon-nagyon sokat nem érhet. És akkor engem körülvettek, azt hiszem nem túlzok, tisztességes magyar vállalkozók, és az az igazság, hogy ezt a független kereskedelmi kamarát Nyugat-Európa aktív erkölcsi, emberi és politikai támogatásával sikerült Magyarországon beegyeztetni. Ez egy történelmi dolog volt,
mert úgy kell elképzelni, hogy létezett az akkori kádári kereskedelmi és iparkamara, és emellett Magyarországnak volt egy másik bejegyzett hivatalos kereskedelmi és iparkamarája, az pedig az általam vezetett kamara volt, mondom, hihetetlen, és pár ország kormányküldöttségével is beszéltem, mint elnök, és hát Magyarország nevében én elvi megállapodásokat megköthettem. Többek között Latin-Amerikában is volt olyan ország, amelyik kizárólag velem, tehát az én kamarámmal kívánt kereskedelmi megállapodást kötni, és nem a korábbi kádárista kamarával. Azért mondom, ez nagyon furcsa dolog, de ez így volt. Hogy mi lett ennek a vége, ennek a kereskedelmi kamarának? Nagyon röviden, én ugye, ahogy említettem, jogász vagyok. Mellém megbízható közgazdászok kellettek volna. Voltak is páran, de az az igazság, az Antal kormány olyan jellegű támogatást ennek a kereskedelmi kamarának vagy nem tudott adni, vagy nem kívánt adni, ami az ő országos működéséhez szükséges lett volna, és ezért én úgy gondoltam, hogy az én vezetésem, elnöklésem mellett ez a 10 millió magyar érdekében azt a szerepet nem fogja tudni betölteni pozitívan, amiért ez annak idején elindult. És akkor én lemondtam ennek a kereskedelmi kamarának az elnöki pozíciójáról. Hát a többit már nem kívánom itt részletezni, elsikadt erre, arra, amarra, és a végén, hogy aztán megvették, nem vették, mondom, ennek a részleteit én már csak hallomásból tudom. A Horn korszakban milyen betöltött szerepe volt? Hát a Horn korszakban az az igazság, mondom, furcsa dolog, ugye én indítottam. Hiszen az elmúlt 34 évben. Igen. Része volt a mai politikai helyzet. Igen. Az a furcsa dolog volt, Magyarország összes miniszterelnökét számba véve, ugye hát Horn Gyula volt az a néhány miniszterelnök, akiről ugye mindenki tudta Magyarországon, idézőben mondom, hogy ő az úgynevezett pufajkás, ugye, mert 56-os volt. És én voltam az az ügyvéd, jogász, aki az 1956-os forradalmi és szabadságharc rehabilitációja iránt elindítottam a politikai kérelmet. Hát ez egy anakronisztikus dolog. És ennek ellenére, mondom, bármilyen furcsa hangzik, a kettőnk viszonya kimondottan kulturált, nagyon udvarias volt, nem mondom, hogy baráti volt, de nagyon kulturált volt a viszonyunk. Sőt, az ő miniszterelnöksége alatt megkeresett engem az akkori köztelevízió, az M1, és egy ilyen történelmi dokumentációs filmet készítettek a Magyar Televízió által, több részes volt. És az utolsó rész, azt hiszem 20-25 perces, az meg kizárólag rólam szólt. Ha jól emlékszem, ennyi évtized elteltével az volt az egész dokumentumfilm sorozatnak a főcíme, hogy ők voltak. Tehát a rendszerváltás ismert személyeit akarták bemutatni Magyarországon. Hát ezt nem kívánom itt tovább részletezni. A Horn Gyula ex-miniszterelnök úrral, mondom, ezen kívül az ég egy világon semmi problémám nem volt, egzisztenciálisan semmi gond nem volt, sőt, az ő miniszterelnöksége alatt lettem én az MSZ televízió jogi főigazgatója, ugyanakkor az Amerikai Egyesült Államoknak a közép-európai leányvállalatának én lettem a vezető jogtanácsosa, tehát ezek azért nem megvetendő pozíciók voltak, és ez mindaddig tartott, ugye, ameddig a Horn kabinet hát Magyarországot vezette. Melyik volt az első kártérítési per? A Pálinkás Palavicsini és Vincenti Bíboros úr, ugye a 1989. június 16-át megelőzően, tehát a Nagy Imre temetést megelőzően nyújtottam be 33 év után. Hát sokan mondták nekem, hogy Attila elment az eszed, hát ez egy életveszélyes dolog volt, tehát Magyarországon munkásőrség volt még akkor. És hát én azért, hogy mondjam, demokrácia iránti elkötelezettségre voltam nevelve a szüleim által,
azt hiszem nem is gondoltam át ennek a veszélyét akkor, az az igazság, de végül is benyújtottam a világ különböző országaiban levő palavicsini családhoz tartozó személyek megadták a meghatalmazást, és ezt követően én írásba benyújtottam az illetékes magyar helyekre. Mondanom sem kell, hogy nagyon nagy meglepetés volt, és mondom, nem sokkal 1989. június 16-át megelőzően történt. Én sosem fogom elfelejteni azt az eseményt, amikor benn voltam, ha jól emlékszem, a legfelsőbb bíróságon, ugye akkor még legfelsőbb bíróságnak hívták, és nem kúriának, és akkor az egyik legfelsőbb bírósági bíró, nem kívánom megnevezni, oda jött hozzám, egy ilyen nem durván, nem szidalmazva, de éreztem a hangszínből, a tónusból azt, hogy hát bizony egy úgynevezett figyelmeztetés volt felém. És ez is történelem már, és a lényege az volt, hogy Attila, ne lázítsd majd a népet. Aztán utólag kiderült az egész, hogy ők azt gondolták a hatalom által, hogy 1989. június 16-án az egyik ünnepi beszédet, mint vezérszónok én fogom elmondani. Nem így történt, hanem aki ezt elmondta, azt úgy hívták, hogy Orbán Viktor, aki Magyarország jelenlegi miniszterelnöke. Hát azt hiszem, ezek nem hétköznapi történések a dologgal kapcsolatban, úgyhogy ennyit tudok ezzel kapcsolatban mondani. A Baumag ügy 2004-ben indult. Ez egy társaság volt, befektetési társaság, amely kedvező kamatozás mellett jó és kedvező befektetést igényelt a magyar népnek, és nagyon sokan akkor jónak találták ezt, és nagyon sokan csatlakoztak, és a megtakarított pénzüket beadták ennek a befektető társaságnak. Egy idő után azonban nem tudták ezt visszafizetni, és bedőlt az egész, mint piramis játék, és ezt a pert, ezt ön képviselte. Hogyan alakult ez a per? Most már azért tudjuk, de elmondaná. Igen, hát a kérdésre válaszolva, megpróbálok tömören válaszolni. 2004-ben kerestek meg engem, Bauma károsultak, nagyon udvariasan, nagyon tisztelettudóan, most nem akarom ezt öndicseretbe foglalni, hogy én lennék az az ügyvéd, aki ezt meg tudja oldani, stb. És megkértek engem arra, hogy a károsultak érdekében a jogi képviseletet, mint úgynevezett sértetti jogi képviselő én lássam el. Visszatérve a dologra, nem 10-11 ezer ember volt, hanem közel 40 ezer ember volt. Ezt szakértők... Az újságcikkekben így jelent meg, és a per iratban is. Igen, tehát valójában nem 11 ezer, hanem 40 ezer ember volt. Valójában az összeg sem annyi volt, mint amit leírtak, hanem egyesek szerint, és ezt megint idézőjelben mondom, állítólag több ezer milliárd forint volt. 40 ezer milliárdot írnak. Hatalmas összeg volt. A lényeg az, az akkori kormányhoz kötődő gazdasági társaság volt ez a Baumag cég, de nem egy befektetési szakjellegű gazdasági társaság volt, hanem egy teljesen más profilú. A lényeg, amennyire én ezt megtudtam annak idején, hogy az első időszakban valóban úgy működött, hogy hozd a pénzedet, mi nagyobb kamatot fogunk adni teljesen törvényesen, mint amit a bankok adnak. És a magyarországi kis és közép szinten levő polgároknak az ezrei és tízezrei, hát ugye kis emberek, akik évekig, évtizedekig gyűjtögettek, úgy gondolták, hát akkor jobban járnak, hogy egy tisztességes jó kamatot kapnak a pénzük után, és nem kell bankba vinni, ahol jóval alacsonyabb lenne a kamat. Hangsúlyozom, ez egy jó darabig tényleg jól működött, és tényleg ez a van. Tehát elején vissza is kapták az ügyfelek, amit tehát befektettek, pontosan, és a kamatot. Igen, tehát ez nagyon sokáig jól működött, nagyon sokan, hát ha nem is gazdagodtak meg annyira, de komoly tisztességes kamatokat kaptak. És voltak olyanok, akik ebből akartak még meggazdagodni is, tehát eladták a családi házukat, hatalmas vagyonokat szedtek össze. Tehát azért mondom, ez az elején jól működött. És utána jött a krach, hogy így mondjam,
és akkor kerestek meg engem. Nem felejtettem el a megbízásnak a lényegét, hát mondtam, hogy ez nem egy öncsődös dolog, ez nagy valószínűséggel büntető eljárás alapját kell, hogy képezze. A magyarországi rendőrség akkori legfelső vezetői nem osztották az én véleményemet, mint sértett jogi képviselő véleményét, ennek ellenére a nyilvánosság és a sok-sok ezer erkölcsi támogató sértett károsultnak a támogatásával, mondom, ez nagyképű hangzik, de én voltam az a jogász, aki kitudta és kiharcolta azt, hogy Magyarországon ebből büntető eljárás legyen. Mert egyébként a nyomozóhatóság és az ügyészség ezt nem akarta annak idején. Tehát ez így történt. Egy darabig ez ment, a fővárosi bíróságon voltak a tárgyalások, oda nagyon sok károsult eljárt. Nagyon sok mozzanata van ennek az eljárásnak. A lényege az, hogy bizonyos körülmények következtében egy idő után én úgy érzem nem volt meg az a lehetőség, az a törvényes lehetőség az én számomra, hogy én tisztességgel, becsülettel helytálljak az én megbízóim felé, és ezt követően a megbízás tárgyában én bejelentettem azt, hogy nem tudom ezt ellátni a továbbiakban. De mondom, ezek nagyon olyan jellegű körülmények, amelyek... Mi lett a pernek a kimenetele? Hát a pernek a kimenetele az lett, amennyire én tudom a végén, hogy hát a károsultak valóban nem kapták meg a pénzüket. Ugye? És a vezetőket elítélték 10 évre. Igen, a vezetőt valóban elítélték, és hát ez lett, igen, ez lett a vége, de mondom, akkor én már jócskán nem voltam ebben az ügyben benne. Időközben az a tragikomikus helyzet állt elő, ugye, hogy én budapesti ügyvédi kamara tagja voltam, mint ügyvéd. És én képviseltem a sértetti formában az ügyészség mellett a sok ezer károsultat. És velem szemben volt, ugye, ha jól emlékszem, Balázs úrnak hívták a Baumag cég vezetőjét, Balázs úrnak a jogi képviselője, tehát ügyvédje, az nem más volt, mint dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke. Ezt követően ennek a részleteit nem kívánom itt most elmondani. A lényeg az, hogy hát bizonyos körülmények következtében, hát én mást mondani nem tudok, tehát én semmilyen olyan fegyelmit nem követtem el, ami kizárást vonhatott volna törvényesen maga után. Ezt követően egyszer csak kaptam egy értesítést, hogy ez 2006 körül lehetett, hogy a Budapesti Ügyvédi Kamara kizárta soraiból, fegyelmivel, hangsúlyozom, még a fegyelmi tárgyaláson sem tudtam ott lenni, mert semmilyen idézést, értesítést nem kaptam. Utólag derült ki az, hogy még ezt is úgynevezett kézbesítési megbízottal intézték el. Hát a többit már mindenkinek a fantáziájára bízott. De miatt a Baumag ügy miatt? Igen. Történt az, igen, hogy az ügyvédi praxisát visszavonták? Igen. Ennek komoly nemzetközi hatása volt. Ez nem az én, hogy mondjam, feladatom volt. Tehát magyarán, hogy hova tűntek el a milliárdok? Ugye én, mint jogász, az ügyvédi esküt tettem le. Én a pénzügyekhez, a gazdasági okhoz nem értettem, és felelőtlen lenne, akár ma is, ha azt említeném, hogy hát kérem szépen most nyomozzak, hogy ezek a milliárdok, 10 milliárdok, 100 milliárdok, vagy esetleg 1000 milliárdok hova, kinek a zsebébe mentek, vagy mehettek, nem. Én változatlanul akkor is megmaradtam jogásznak, kizárólag jogásznak, amikor ezek a dolgok voltak, bár az én sejtésem az, hogy azok az érdekcsoportok, hogy finoman fejezem ki magamat, akik a Baumag ügy ilyen formátumú befejezésében érdekeltek voltak, ők attól tartottak, hogy én beleásom, vagy beleáshatom magam egy ilyen nemzetközi gazdasági nyomozásba. Hát ebbe tévedtek,
mert én nekem ilyen szándékom nem volt, nincs, meg nem is lesz. De ennek ellenére a tény végül is, ugye, hát ez a szomorú dolog volt, és én az ügyvédi hivatást azt komolyan vettem, hogy kiszolgáltatott, sértett embereknek segíteni, annál nemesebb érzés nincs. Ugyanúgy, mint az orvosoknál, ugye? Ez napjainkban mondható el leginkább, térjünk vissza igen. Napjainkig. 2002-től napjainkig hogyan alakult a demokrácia? Magyarországon. Ha felelősségteljesen kívánok nyilatkozni, akkor vissza kell térnem ahhoz, amit a legelején itt elmondtam, hogy a magyarországi polgári demokrácia szó nemes értelmében még nem olyan, mint amit a nyugat-európai, az Európai Unió nyugat-európai államai megkövetelnének Magyarországtól. De ugyanakkor ennek a részleteit se kívánom itt elmondani, hiszen hosszú taglalás lenne. Ennek vannak objektív, szubjektív körülményei, feltételrendszere. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy egy olyan környezetben, amilyenben Magyarország volt évszázadokon keresztül, egy olyan környezetben, egy olyan gazdasági háttérrel, egy olyan társadalmi formációval, amit Magyarország megörökölt, hát ha akarjuk, ha nem. Ugye 45 után is az történt, ami, és 56 után is az történt, ami, tehát ez azért nem volt egy egyszerű dolog. Nem biztos, hogy azokon kellene idézőjelbe a számonkérést megcsinálni, akik ugye Magyarországnak a rendszerváltási vezetői voltak, vagy akár a mai vezetői, egyszerűen azért, mert ők is bizonyos kényszerítő körülmények hatása, befolyása alatt voltak, és vannak a mai napig. Mondom, nagyon hosszú a történet, a lényeg az én szerény megítélésem az, hogy itt még nagyon-nagyon sok mindent kellene csinálni ahhoz, hogy megközelíthessük a nyugat-európai fejlett demokráciáknak legalább azt a minimális szintjét, ami egy polgári demokráciára jellemző lehet, de hozzá kell tenni azt, hogy a magyarországi felelős politikai és gazdasági vezetőknek ezen kényszerítő körülmények között kell Magyarországot vezetni, így ilyen értelmű radikális számonkérés nyilvánvalóan nem lehetséges. Én értem, hogy sok ember egy ilyen választ nem tekint minden tekintetben 100%-osan érthetőnek, de ezzel azt kívánom itt kihangsúlyozni, hogy a magyarországi demokráciának nem azért vannak olyan idézelbe vett negatív jelenségei, mert a politikai vezetése, vagy a gazdasági vezetése mindenáron, minden eszközzel ez meg kívánna akadályozni, hanem ők is kényszerítő körülmények között vannak. Mit gondol erről a kényszerítő körülményekről? Brüsszelre gondol esetleg? Részben Brüsszelre gondolok. Ugye rólam köztudomású, hogy az Európai Unió elkötelezett híve voltam, vagyok, meg leszek. Ez azt jelenti, hogy hazámnak az Európai Unióval való elnézést a kifejezésért a jelenlegi nézeteltérése, ami bizonyos értelemben már radikálisnak is tekinthető, hát én ezt szomorúan veszem tudomásul, én inkább annak lennék a híve, hogy a két fél próbáljon meg a szó nemes értelmében tényleges jóhiszemű és jóindulatú kompromisszumot kötni, egyszerűen azért, mert Magyarország az Európai Unió nélkül nem létezhet, de ugyanakkor az Európai Uniónak is nagyon nagy szüksége van Magyarországra. Tehát ezek olyan kritériumok, amelyeket egyik fél sem hagyhat figyelmen kívül, és mindkettőnek valahogy közelítenie kellene az álláspontját ahhoz, hogy a másikat legalább alapszinten megérthesse. De egy olyan helyzetben, hogyha az egyik, vagy a másik, vagy mindkét fél kizárólag radikális jellegű elképzeléseket kíván a nyilvánosság felé taglalni,
többek között értem ez alatt a migráns kérdés például, ugye, hát ez egy abszolút olyan kérdés, ami Nyugat-Európát is rendkívüli módon foglalkoztatja, akkor nem tudok mást mondani, hogy e tekintetben az Európai Uniót meg kell védeni. Az Európai Unió nem akarja megvédeni magát a migránsoktól, Magyarország akarja megvédeni, és ebben mi jó politikát folytatunk. Ebben Magyarország viszonylag jó politikát folytat, de én azért úgy érzem, hogy az Európai Unió jelenlegi vezetői azért ráébredtek arra, hogy a migránsok jelenlegi tömeges beengedése, akár Nyugat-Európa bármely országába, az már nem tarthat a végtelenségig. Ez egy téves politikai állásfoglalás volt 2015-ben. Hát én e tekintetben nem kívánok véleményt nyilvánítani, mert ez felelőtlen dolog lenne. Annyit azért hozzá kell tegyek a dolgokhoz, hogy a két félnek, tehát az Európai Unió illetékeseinek és a magyar kormány illetékeseinek e tekintetben kölcsönös jószeműséggel, kölcsönösen kompromisszumra kellene törekedni, hogy más nem mondjak, ugye? A legutolsó hírek azok, ugye, a magyar kormány illetékesei kijelentették, hogy kérem szépen az idejövő migránsokat fölültetik a buszokra, és azokat elviszik Brüsszelbe. Én megértem az ő álláspontjukat, de ugyanakkor, ha én nyugat-európai állampolgár lennék, már pedig azért tegyük már hozzá, hogy, és ezt mint jogász mondom, hogy a nemzetállami állampolgárság mellett mindenki, aki az Európai Unió bármely tagállamában él, és annak a nemzetnek a polgára, az egyben európai polgárnak is tekintendő, tehát félreértés ne legyen. Most nyilvánvaló, ha én lennék egy belga állampolgár, vagy francia, vagy német, teljesen mindegy. Én is ideges lennék attól, hogyha tucatjával, vagy akár százával jönnének a magyar buszok, és hoznák a mai politikai és gazdasági viszonyok közepette a migránsok ezreit Brüsszelbe. Hát ez még jobban élezné a dolgot. Tehát én csak azt szeretném itt kihangsúlyozni, hogy tehát bennünket bele akarnak kényszeríteni abban, hogy mi is befogadjuk őket, de mi nem akarjuk. És ebben miért nem dönthet egy nemzet? Én egy kicsit másképp gondolkodom. A következő Magyarország annak idején nagyon-nagyon nagy küzdelem árán, és én azért emlékszem hosszú-hosszú évek küzdelmére, sikerült az, hogy Magyarország az Európai Unió egyik tagállamává válhatott. Ez ennek a kis országnak óriási siker 2004-ben. Volt. 2004-ben. Igen, ez egy óriási siker volt, ezelőtt. Hogy a világ egyik legfejlettebb részének egy tagállama lehetett Magyarország. Ugye ennek voltak politikai-gazdasági feltételrendszerei. És annak idején Magyarország elfogadta a különböző alapszerződéseket, ezeket most nem kívánom részletezni, amelyek alapján bizonyos értelemben relatív módon, de lemondott a szuverenitásáról, hangsúlyozom, relatív módon. És ami most Magyarországon van, és a vita tárgya az az, hogy ez nem jelenti és nem jelentheti azt, most a magyar álláspontot mondom, hogy a relatív szuverenitásba olyan sarkalatos dolgok, körülmények is benne legyenek, amelyeket az illetékes magyar kormány nem kíván. Szerény véleményem szerint ebből adódhatnak ezek a bizonyos konfrontatív jellegű nézeteltérések az Európai Unióval. Ez annak idején sem volt, hangsúlyozom, az alapszerződésekben lefixálva, de az volt, az vitathatatlan, hogy az az állam, amelyiket az Európai Unió tagja sorába bevesz, az bizonyos értelemben lemond a szuverenitásának egy részéről. És a kérdés most az, hogy a szuverenitásnak mely kérdéseiről mondott le. Hát ez még mindig nem fejeződött be. Hát ugye? Arról, hogy a határainkat kinyitjuk, arról nyilván nem mondunk le. Tehát nem akarjuk kinyitni a határainkat. Igen, csak annak idején még ez nem volt kérdés, amikor, hát még amikor nem Magyarország befogadott tagállam lett. De terve volt már ez az Európai Unió részéről, hiszen ha ismerjük a Kalergi tervet, akkor ez 1920-ban már
Igen, hát ebben nem kívánok nyilatkozni. Igen. Térjük vissza a napjainkig, a Covid időszakig, ugyanis a mai interjúnak az apropója az a hágai büntető feljelentés, amelyet ön tett meg a Pfizer ellen. Erről, hogyha beszélne nekünk. Igen, nekem pontosítanom kell, tehát ebben a büntető eljárásban én meghatalmazott jogi képviselő vagyok. Tehát ez nem azt jelenti, hogy az eljárás alapanyagát én szerkesztettem volna így meg, és a büntető eljárás kezdeményezését az gyakorlatilag én tettem volna meg, hanem azon nyugat-európai köröknek a meghatalmazott jogi képviselője vagyok, akik úgy döntöttek, hogy a Covid ügy igenis legyen a Hágai Nemzetközi Büntető Bíróságon vizsgálat tárgya. Szömében az Európai Unió tagországaiból jövő állampolgároknak a megbízásai. Így van, csak is, hangsúlyozom, csak is. Hány országból érkeztek ezek? Több mint egy tucat nyugat-európai államból. Érdekesség az is, hogy még dél-amerikai állam is van ezek között, de hát az államot nem kívánom most megnevezni, de van dél-amerikai állam is. Tehát nem csak nyugat-európaiak vannak, hanem dél-amerikai állam is van. Ezek között Magyarország nem szerepel. Tehát nehogy félreértés legyen. Ez kizárólag nyugat-európai megbízás, és ezt azért láthatom el, mert ennek a nemzetközi alapítványnak én vagyok az elnöke, egyben ugye Magyarország jogi szakvizsgával rendelkezem, amit Nyugat-Európában is el kell ismerni, és a többi, és a többi. Ami az ügynek a lényege, ami személy szerint az én meglátásom. Én mindig azt szoktam mondani, hogy egy egyszerű jogász vagyok. Nem azért vállaltam el ezt az ügyet, hogy politikai jellegű sikereket érjek, vagy érhessek el, hanem egyedül is kizárólag azért, mert azt a borzalmat, ami az egész világot minden túlzás nélkül a Covid által emberek millióit és százmillióit érte, az még egyszer az emberiség történetében így és ilyen módon nem fordulhasson elő. Ezért. Ami a feljelentettek nevéhez fűződik, ugye ezek világviszonylatban gyakorlatilag a politikai és a gazdasági elithez tartozó személyek, akik fel lettek jelentve, hangsúlyozom, nem én jelentettem fel őket, de a feljelentésben a meghatalmazott jogi képviseletem célja nem az, hogy itt mindenáron minden eszközzel az legyen az én feladatom, hogy mi, mint egy kvázi államügyész, ugye, hogy ezekkel az emberekkel szemben a büntetés kiszabása meglegyen. Akik olyan dolgot tettek, amik az emberiség elleni bűncselekmények kategóriájába tartozik, vagy tartozhat, és megalapozott a gyanú, és megalapozottak a bizonyítékok, azoknak ezzel kapcsolatban merem remélni, törvényes keretek között magyarázatot kell adniuk a Hágai Nemzetközi Büntető Bíróságon. Az is ki fog derülni, remélem, adott esetben, hogy vannak-e, vagy van-e olyan személy ezek között, akikkel kapcsolatban a Nemzetközi Büntető Bíróság arra az álláspontra fog helyezkedni, hogy bár föl lett jelentve, de az ő cselekvősége nem olyan jellegű, hogy valamilyen jellegű, akár nemzetközi büntető szankciót is kelljen vele szembe életbe léptetni. Tehát én nem védeni és nem támadni kívánok senkit, hanem az objektív igazságot szeretném elérni a sok százmillió nyugat-európai érdekében, beleértve a nyugat-európaiakon kívül más kontinensen is szenvedőket. Zárul megjegyzem, az a sok ezer nyugat-európai, akik megtiszteltek egyenként a személyes bizalmukkal. Hány ilyen aláírás érkezett? Közel 4000. De nem egy listán, hanem külön. Borítékokat bontottunk. Igen. Tehát, konkrétan a feljelentés tárgya az mi? Konkrétan szóval a szerint.
azért nem kívánok ebbe belemenni, mert félrevezető lehetne, akik nem jogászok. Az én feladatom nem az, hogy orvosi vizsgálatok tekintetében megállapításra kerüljön az, hogy történt vagy történhettek-e itt bűncselekmények. Az én feladatom az, hogy az a adásvételi szerződés, amit az Európai Unió megkötött az amerikai Pfizer céggel, hát csillagászati összegről beszélünk, ott minden a törvényességnek, az eljárási szabályoknak, előírásoknak megfelelően történt, tisztán, vagy sem. Mondom, csillagászati összegről beszélünk. Itt fölmerült Ursula von der Leyennek az esetőleges szerepe. Ezt is hozzá kell tegyem, ugye? Egy jogász alapvetően jogászi módon gondolkodik. Tehát más a helyzet annál, aki a pénzt kapja, és más a helyzet annál, aki a pénzt adja. Ugye ennek vannak itt is, meg ott is olyan jellegű részkérdései és rész olyan mozanatai, amelyeket nyilvánvalóan a Nemzetközi Büntető Bíróságnak majd vizsgálnia kell. A lényeg, az én megítélésem az, hogy amíg az Amerikai Egyesült Államoknak nem választják meg törvényesen az új elnökét, addig nyilvánvaló, hogy a Nemzetközi Hágai Büntető Bíróság nem fog érdemi intézkedéseket ebben az ügyben tenni. Akár az egyik, akár a másik fél lesz az Amerikai Egyesült Államok elnöke, most egyiket se kívánom megnevezni, érthető okból, hiszen nekem objektívnak kell maradnom. Megítélésem szerint, mivel sok-sok millió ember ismeri azt a körülményt, hogy ez egy magyar jogász meghatalmazása révén, ez igenis ott van a Nemzetközi Hágai Büntetőbíróságon, tehát ezt az ügyet úgy ad acta elfektetni már szerény véleményem szerint nem lehet. Lehet lassítani, de azt elérni, hogy ebből adódóan egyszer mindenkorra itt vizsgálatok ne történhessenek, hát azt erősen kétlem, hogy morálisan, erkölcsileg vagy politikailag meg lehetne csinálni. Nagyon sok tény derült már ki a Pfizernek a felelőssége folytán, hogy igaz, ami a feljelentésben van, csak ezt bizonyítani kell. Hát annyit elárulhatok megbízóim által, hogy ez nem egy egyszerű büntető feljelentés, itt nagyon kemény és professzionálisan kidolgozott olyan bizonyítékok, tárgyi bizonyítékok kerültek benyújtásra a Nemzetközi Hágai Büntetőbírósághoz, amelyeket nem lehet, nemhogy nem szabad, nem lehet figyelmen kívül hagyni. Hát ennyit mondhatok, de elnézést, többet azért még egyelőre nem. Annyit azért hozzátennék a Nemzetközi Hágai Büntetőbírósághoz, hogy ugye ez két fő jogi alapon működik, az egyik az úgynevezett római statutum, a másik pedig a Nürnbergi kódex. Ugye a Nürnbergi kódex az a II. Világháború utáni dologgal van kapcsolatban, hát ez még a korábbi hitleri történésekkel volt közvetett összefüggésben, tehát ez a kettő alapja. Vannak olyan országok, amelyek nem kívántak legitimációt biztosítani a saját állampolgáraik felé, a Nemzetközi Hágai Büntetőbíróság felé, de én azt hiszem, hogy azért nagyon sok olyan ország van a világban, amelyik legitimnek tekinti a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróságot, csak zárva jegyzem meg, ugye nem régen, ugye Ukrajna is bejelentette, hogy a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság legitimációját elfogadja. De ez a háborúval van kapcsolatban, szerény véleményem szerint, úgyhogy ebbe én nem kívánok belemenni, én csak a tényt kívántam közölni, hogy ők is elfogadták legitimnek a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróságot. A Bill Gates úgy, azt hiszem Melinda és Bill Gates, ugye? Ez a, igen. Igen. Nem hiszem, hogy lenne olyan európai polgár, aki ezt a nevet nem ismerné. A Bill Gates úrral kapcsolatban a közelmúltban, ha jól tudom, az egyik Európai Uniós országban már történt egy idézés, aminek neki részt kell vennie. Hollandiában. Igen, igen. Tehát azért mondom, bármilyen nagy valaki, bármennyire milliárdos,
az alapvető emberi jogok mellett az emberi kötelességek ugyanúgy vonatkoznak ő rá is, mint bármilyen más Európai Uniós állampolgára a sok százmillió közül. Érte önt az elmúlt időszakban a magyar hatóság részéről valamilyen zaklatás? Hát zaklatás nem ért, de összintén mondom, de egy furcsa körülmény történt. A lényeg az, hogy sem az Európai Unió részéről, sem Lengyelország jelenlegi miniszterelnöke részéről a tisztelt Tusk, Donald Tusk miniszterelnök úr részéről, az ég egy világon semmilyen, még burkolt szemrehányás sem történt azért, mert én ugye a Covid ügyben látom el a jogi képviseletet. Hazám részéről egy furcsa dolog történt, nem klasszikus értelemben vett büntető jogi dolog, inkább idézőjelben mondom, az úgynevezett mentális zavarral kapcsolatos vizsgálatra kell nekem mennem november 5-én Magyarországon. Hát erre nem tudok nagyon választ adni. A lényeg az, ugye teljesen mindegy, hogy milyen kormánya volt, van, vagy lesz Magyarországnak, mindig törvénytisztelő állampolgár voltam, vagyok, meg leszek, tehát én erre az idézésre, noha én ezt SMS-be kaptam, akkor is elmegyek, mindenképpen ott leszek, hogy aztán a vizsgálat megtörténik, nem történik, vagy milyen eredménnyel, elnézést, az egy más kérdés. De én úgy érzem, hogy sem eddig, sem ezután nem várható az, hogy mentális problémákkal küzdenék Magyarországon. Hát abszolút nem látszik semmilyen jele annak, hogy ilyen lenne. Köszönöm szépen. Én is köszönöm az interjút.